86 kg Gyáni János a tatamin, ellenfele a San Marioni Casa Dei. A magyarok közül Gyáni az első olyan versenyző, akinek nem kell bemérkőzni, a 32 közül már is a 32-es táblán van, és most a 16 közé jutásért mérkőzik. Úgy is mondhatnám, hogy Gyáni az utolsó reménységünk itt az olimpián, hiszen a e fölött lévő súlycsoportokban már nem valószínű, hogy bármi keresni valónk is létezik. A vezető bíró, a francia Grosten már is mindkettőket figyelmezteti egy kicsit nagyobb aktivitásra. Gyáninak a sorsolása meglehetősen kedvező, ha egyáltalán lehet itt kedvező sorsolásról beszélni az olimpián, hiszen nagyon tömör a mezőn, Gyáni befordul és egy csípővel elviszi, amit tombbal, belső tombbal meg is segít, elviszi ellenfelét és rögtön egy vazari értéket kap érte, tehát a kezdés az nagyon jó, nagyon biztató. Ott tartottam éppen, hogy viszonylag kedvező a sorsolása, ennek ellenére itt jönnek számára nagyon kemény, nagyon erős ellenfelek, de az a szerencse, hogy Gyániról is eléggé elterjedt a mezőnyben, hogy egyik a legerősebb fiúknak, a Békéscsabai Honvéd Szalvai Ese versenyzője, Sarkadi János tanítványa, világbajnoki 5. helye van eddig, talán ez lehet a eddigi legjobb eredményeit, egy kilépés ügyét vizsgálja a bíróság, és meglátjuk, hogy mit döntettek. Csuival büntetik a San Marinói fiút, Casa Dei. Ezen a mérkőzésen most már csak arra kell vigyázni a Gyáninak, hogy bele ne essen valami meggondolatlan hibába. Ha meg hát a természetes, hogy Casa Dei nem fogja hagyni, hogy olyan sokat gondolkozzon. Gyáni ismét befordul egy ilyen váldobáshoz, ha jól látom, de nem tudja kimozdítani ellenfelét. Az idő perce megy, 3 percen belül vannak már. 5-ből indultak, 5 perc a mérkőzés idő. Megint nagyon a szőnyek szélén vannak. Jó, ezt akár tanítani lehetne, ez egy kis belső horoggal döntötte le ellenfelét. És ezzel el is döntötte a mérkőzést egyébként. Most már csak azt kell megvárni, amíg fölöltöztetik őket. Megvan. Gyáni tehát végül is ipponnal nyerte ezt a mérkőzését, ez mondom várható volt, a neheze azonban még hátra van, reméljük azt is ilyen sikerrel veszi. Majd nézzük meg, hogy is csinálta. Itt. Gyönyörű. Az első meccsétől a mostanig egy jó másfél óra ideje volt pihenni Gyáninak, és természetesen hát ellenfelének is. Ezeket az időket az egyes fordulók között a versenyzők még alvásra is felhasználják, mert ez csak azok, akiknek nagyon jók az idegeik, és képesek szundikálni egy kicsit két mérkőzés között.
Jáni ellenfele most a világbajnoki ezüstérmes Petrov, aki Európa-bajnok is volt, de akkor még szilfidebb termetével 78 kg-ban indult. Mindketten itt voltak Szöulban a 85-ös világbajnokságon. Jáni 5. helyet szerzett, Petrov pedig itt volt ezüstérmes. Petrov 34 éves már, ez Cselgáncsban elég tisztes kornak számít már, de nagyon jó erőben lévőnek látszik. Jáni fordulna be egy dobáshoz, de nagyon keményen fogja őt Petrov. Itt ugyan lekerülnek a földre, de hát ezt mindketten tudják, hogy ebből már semmi nem lesz, azért megadóan Petrov is enged. Jáni magasabb talán valamivel, és remélem, őszintén remélem, hogy erősebb is. Petrov befordulása nem valami elegáns, és nem is gyors. Itt a nagyobb súlycsoportokban már kicsit lassabban és nehezebben történnek a dolgok, mint a kicsiknél. Az apróbb, könnyebb emberkék, azok egyrészt gyorsabbak, robbanékonyabbak talán, és főleg jobban el tudják egymást mozdítani a talajról, a tatamiról. Itt egy 86 kg-os fiút azért elég nehéz fölvenni a talajról, bár most ezt próbálja meg egyensúlyeztetett vállal. Petrov belesegít persze a kombjával is, térdével is. Jáni próbálja ugyanezt, nagyjából ugyanezt. Még egyszer. Nem véletlen, hogy Jáninak a váldobás az erőssége, vagy egyik erőssége talán. Nem véletlen, hogy ő is erre fordulgat be. De Petrov is nagyon oda van ragasztva a tatamihoz. Na ez most jó. Petrov arra számított, hogy ugyanúgy egy vállhoz fordul be, de aztán hátsó gáncsal ledöntötte. Ó, ez nagyszerű volt. Petrov arcán látszik is a bosszúság, hogy na ebbe beleléptem. De még mennyire belelépett? Hippon és Jáni második mérkőzését nyeri, hát nem azt mondhatom, hogy könnyen, de minden esetre rövid idő alatt, tehát nem nagyon kifáradva magát, az erejére még szükség is lesz bizony később.